A mai brüsszeli döntés kimondja, az első kormányközi konferenciára legkésőbb 2014. januárjában kerül sor. A csatlakozási tárgyalásokat megelőzően jóváhagyják a tárgyalási keretet, melynek részleteit az Európai Bizottság dolgozza ki. A mai döntés történelmi jelentőségű Szerbia és Koszovó számára, ez a két fél sikeres párbeszédének elismerését jelenti. Gratulálunk Belgrádnak és Pristinának, mondta Rompuy. Történelmi döntésről van szó. Gyakran használjuk ezt a kifejezést, de ez valóban egy történelmi döntés, mert nem feledkezhetünk meg arról, ami nemrégiben történt Európának abban a részében. A Balkánon háború volt, most pedig megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Szerbiával. Vincent Dezsera az Európai Unió szerbiai küldöttségének vezetője szerint Szerbia éveken át keményen dolgozott azért, hogy eljusson eddig. Ez a pillanat nagyon fontos az Európai Unió számára is, hiszen az EU szem előtt tartja a szerbiai és az egész balkáni helyzetet, szögezte le Dezser. Az Európai Tanács mai ülésén arról is döntött, hogy megkezdi a tárgyalásokat a stabilizációs és társulási egyezményről Koszovóval. Az európai vezetők a hétvégén a Balkánra látogatnak. Először megünneplik Horvátország EU-s csatlakozását, majd Szerbiába és Koszovóba utaznak. A Brüsszelben tartózkodó Susanna Grubjesic elégedetten nyilatkozott, mint mondta, nincs zöld fény és nincsenek további feltételek. Egyszerűen megkaptuk a dátumot. Szerbia miniszterelnöke viszont nem túlságosan elégedett. Úgy véli, korábban is megkezdhetnék a csatlakozási tárgyalásokat, de a Bundestag kérésére erre nem kerülhet sor. Ennek ellenére beismerte, hogy a mai brüsszeli döntés Szerbia számára történelmi jelentőségűnek számít.